egy olyan téma felé is közeledünk, ami ezt megengedi. Rajzfilmekkel foglalkozom, rajzfilmekről lesz szó, és gyermekek rajzfilm preferenciáiról. És egy történettel szeretném kezdeni. Évekkel ezelőtt elkezdtem egy kutatást a gyermekek kedvenc rajzfilmhőseiről, és a kutatás során körülbelül 80 mély interjút készítettem szülőkkel, gyerekekkel és a tanítóikkal a gyerekek kedvenc mesehőseiről, és az interjúk során mesélte egy anyuka, hogy hát a kislányok azok szeretik a Barbie-s meséket nagyon, és igazából a kisfiúk is szeretik, de ezt senki nem szabad tudja, ez tabu. Az anyuka kéri kölcsön a DVD-t, az anyuka viszi vissza, és nem szabad kiderüljön. És a gyerekekkel készített interjúk során egy kisfiú mondta, hogy ő tulajdonképpen kedveli a Barbie-s meséket is, de kinevetik érte a többiek. Ezzel az esettel szeretném felvezetni a témámat, most nem azzal, hogy vannak fiúk is, akik fogyasztják a lányoknak készült tartalmakat, hanem hogy ez szégyen. Hogy lényegében ez a mesehős kutatásomnak egy genderorientált megközelítése, amivel azóta kezdtem foglalkozni, mióta azt a kutatást befejeztem, ugyanis azt találtam, hogy ez volt az egyik legnagyobb különbség a mesehősök között, hogy a fiúk által kedvelt hősök vagy a lányoké, és hogy a fiúk körében talán nincs is annál nagyobb gáz, mint ahogy egy interjú alanyom fogalmazott, hogy képzeld el, hogy Arthurnak a múltkor eperkés zoknia volt. Ő Eperke, ő is egy mesehős, akit említettek a gyerekek kedvencként. Ez mindenféle gyermekeknek készült termékre és tartalomra érvényes. Michael Messner úgy fogalmaz a Barbie Dolls and the Sea Monster című tanulmányában, hogy van egy iratlan egyezmény arról, hogy milyen termékek hasznosak és alkalmasak az egyik nem számára, és károsak, egyenesen veszélyesek a másik nem számára. És ezt elfogadjuk annak ellenére, hogy már egyre több kutatás szól arról, hogy hogyan alakítunk ki gender sztereotípiákat a gyermekekben, vagy hogyan befolyásoljuk a fejlődésüket annak függvényében, hogy már csecsemőkoruktól autót adunk a kezükbe, vagy babát, és később adottságnak tekintjük, hogy mondjuk a férfiak jobban tájékozódnak, a nők pedig a toleranciában, vagy az empátiában erősebbek, vagy a gondoskodásban. Az illusztráció egyébként egy neurobiológusnak a könyve, aki a újszülöttek agyát hasonlította össze, fiúk és lányok agyát, és abból a nagyon kevés, konkrétan kimutatható különbségből következtetett arra, hogy nagyon sok későbbi különbség a kognitív képességek kialakulása alatt formálódik. Ez egyébként csak egy zárójel volt, visszatérnék az audiovizuális médiához, ami az én szakterületem. Ez egy korábbi példa, igazából már csak történelem, de tükrözi a 2010-es évek tendenciáját, mégpedig az, hogy korábban a TV Maci az ugye egy ilyen univerzális figura volt, egész 2012-ig, nem is volt annyira meghatározva a neme, csak találgatások voltak, és 2012-ben már így megszűnt létezni, mint olyan, és lett helyette egy lány Maci, meg egy fiú Maci. És az ő esetében nagyon sztereotipikus is volt, hogy a lány Maci az otthon volt, babázott, a fiú Maci hazajött focizásból, leült a számítógéphez, ő volt az, aki hazajött, aki aktív volt, a lány Maci utána rávette, hogy együtt tévézzenek, tehát hogy ezek a figurák minden apró gesztusukkal, kinézetükkel, viselkedésükkel mintákat közvetítenek a gyerekek számára. És lényegében erről szólt a kutatásom is, hogy hogyan szólítják meg a különböző figurák a gyerekeket azáltal, hogy beépülnek a mindennapi életükbe. Most rátérnék konkrétan arra, hogy erről a kutatásról is beszéljek, amiről egyébként már ezelőtt is beszéltem az itteni konferencián, de azóta a gender aspektusával kezdtem többet foglalkozni. De ennek a hátterében két aspektusról szeretnék beszélni. Egyrészt van egy kereskedelmi vetülete, ugyanis a mai rajzfilmgyártásban már kevésbé beszélünk konkrétan csak audiovizuális termékekről, sorozatokról, hanem sokkal inkább egy ilyen cross-média projekt az, amit kitalálnak az alkotók, ami magába foglalja az online és offline játékokat, mindenféle merchandise megjelenést, kampány terméket és elemet. És azt a kutatások igazolják, mint itt a fenti is, hogy a mesehőssel eladott termékek azok kelendőbbek. Másrészt a merchandise figurák a gyermekek közti kommunikációs folyamatokra is hatással vannak, és
itt egy fontos szociális aspektusra is felhívnám a figyelmet. Itt, hogyha a hős kutatásokat, példakép kutatásokat figyelembe vesszük, akkor azt látjuk, hogy nagyon erős hímdominancia van a hősök, a mesehősök világában. Nem mondok senkinek semmi újat talán azzal, hogy Mickey Egér, Donald Kacsa, Tom és Jerry, ezek a klasszikus mesehősök, Spongya Bob, ők hímneműek, a legtöbb esetben a nevükből is látszik, vagy a történetből derül ki. Persze a trend az, hogy most már egyre több a női mesehős is, csak az az érdekes, hogy őket csak kizárólag a lányok követik, szeretik, míg az univerzális vagy hímnemű mesehősöket mind a két nem. Mind a két aspektussal kapcsolatban van egy örök vita arról, hogy tulajdonképpen milyen hatással vannak a gyerekekre ezek a mesehősök, és van egy olyan feltételezés, tehát az a feltételezés, hogy a gyermekek egy az egyben leutánozzák a rajzfilmben vagy a reklámban látottakat, az egy domináns paradigma volt a pszichológiai kutatásokban. Azonban egyre több kutatás, mint az itt felsoroltak is, mutat rá ennek a paradigmának, ennek a megközelítésnek a hiányosságaira. És azt feltételezi, hogy a gyerekek nem olyan passzívak, mint amennyire feltételezik róluk a médiafogyasztásban sem. És ezzel kapcsolatban most rátérnék azokra a mesehősökre, akikről az én interjú alanyaim beszéltek. Ez egy retorikus kérdés azok után, hogy a hímdominanciáról beszéltem, hogy vajon a közönség most mit gondol arról, hogy a legtöbbet említett mesehős az férfi vagy nő. Hát számomra meglepő volt, most az első diából meg az előadás címéből talán annyira nem meglepő, hogy a Barbie kapott a legtöbb megjelenítést. Ez nyilván nem azért van, mert titokban azért nagyon sok fiú nézi a Barbie-s meséket, hanem azért, mert a megkérdezettek fele fiú volt, fele lány, a lányoknak pedig nincs olyan sok választási lehetőségük, tehát sokkal kevesebb női szereplő van, mint ahogy ebből a topból is látszik. Itt is csak néhány női szereplő jelenik meg, és a legtöbb az férfi. És gyakorlatilag a kutatásban azt térképeztem fel, hogy milyen mesehős reprezentációk jelennek meg a gyerekek életében. Itt három kategóriáról szeretnék beszélni. Egyrészt vannak a termékeken való megjelenések. Itt egészen durva történeteket hallottam a gyerekektől arról, hogy egyesek elmesélték, hogy hogyan közösítik ki őket amiatt, hogy nem ilyen vagy olyan termékeik vannak, vagy figuráik. És itt nem csak egy csoportba való tartozásról volt szó, hanem egy közösségnek a dinamikájának sokféle elemét megfigyeltem, a hatalom megszerzésétől, a rivalizálástól, a szabályok kialakulásától kezdve, egészen a fiúk esetében a harcig. Mindkét nem esetében voltak ilyen csoportok és ilyen divattermékek, azonban a fiúk és a lányok soha nem keveredtek egy-egy csoportban. A következő nagyon gyakori megjelenési forma az a játékként való megjelenés volt. Nagyon sokféle játék különíthető el, szerepjáték, tárgyi játék, számítógépes játék. Játszottak egyedül otthon, közösségben, ezekről mind beszámoltak. És a fiúk és a lányok játékában is az összes forma megfigyelhető volt, azonban a narratívában voltak különbségek. Tehát a lányoknál inkább az ilyen hétköznapi jelenetek jelentek meg, a fiúknál pedig a harcos játékok voltak nagyon gyakoriak, amikor a jó csapat, a jók a rosszakkal kerülnek szembe. A kutatás idején a fiúk körében a Star Wars volt a legnépszerűbb kedvenc, ami a Legótól kezdve az iskolai csoportos játékokig mindenféle formában megjelent. A reprezentációknak a harmadik nagy csoportja az a példaképekhez, az azonosuláshoz kapcsolódik, és itt emelném ki a Barbie jelenséget, ugyanis itt a legmegosztóbb figuráról van szó. Ha valaki nem csak a Barbie babáról alkot véleményt, hanem megnézi azokat az animációs filmeket, amik róla szólnak, akkor azt látja, hogy itt a tömegízlést kiszolgáló stílus mögött egy olyan karakterről van szó, aki egyesíti a hagyományosan nőiesnek tartott tulajdonságokat, a kedvességet, szépséget, stb. A hagyományosan férfiasnak tartott jellemzőkkel, a bátorsággal, kezdeményező készséggel, akarattal, az aktív szereppel. Mert ezekben a mesékben ő a Barbie az, aki a tettek mezeire lép és megmenti a világot kis túlzással. Ezeken kívül voltak más megjelenések is, például álomban, meseterápiában, egy esetben rajzokon, iskolai feladatokon, de ezek ritkában jelennek meg, tehát a leggyakoribbakat szerettem volna kiemelni.
És ezeket a reprezentációkat három különböző szempontból elemeztem. Az egyik az a szociális szempont. Az adatgyűjtés az két helyszínen zajlott, Kolozsváron és Tordaszentlászon, tehát egy városi és egy vidéki környezetben. És annak ellenére, hogy nem nagy a távolság a két helyszín között, és nem elszigetelt helyekről van szó, sokan ingáznak, ugyanazok a médiatartalmak érhetők el, mégis a kolozsvári és a szentlászói gyerekek, fiúk és lányok között voltak a legnagyobb különbségek az egyéb tényezőkhöz képest a mesehős preferenciában. Tehát teljesen más hőst jelenítette meg ugyanazokat a narratívákat, vagy idézte elő ugyanazokat a játékokat a gyerekek körében. És itt számomra a legmeglepőbb a két közeg közötti szociális különbség volt, tehát Kolozsváron egy komplexebb családmodellt láttak a gyerekek maguk előtt, az anyák és az apák is dolgoztak, Tordaszentlászon egy patriarchálisabb közösségben éltek, ahol jellemző volt, hogy az apa fizikai munkát végez, az anya otthon van. És itt a példakép és azonosulás funkcióra utalva a Barbie az kizárólag a kolozsvári lányok kedvence volt, míg a tordaszentlászói lányok inkább klasszikusabb figurákat, klasszikusabb hercegnőket említettek. A másik fontos szempont volt a csoporthatás. Itt csoportos tevékenységek alkalmával tudtam megfigyelni, hogy hogyan reagálnak a gyerekek, amikor együtt látnak egy levetített részletet, és ugyanaz volt a tapasztalatom, amit Messner leír, hogy az egyéni reakció az adott esetben különbözik a csoportostól, és az előbbi toleránsabb a másik nem irányába gyakran. És azonban, amíg Szentlászón a fiúk tömegesen kezdtek jajvérzékelni, amikor egy nyávogós Barbie megjelent a képen, addig ez Kolozsváron pont fordítva volt, ott a lányok kezdtek, ők mutatták ki az ellenszenvüket, amikor az erőszakos Benten került sorra. Tehát ebből is látszik, hogy a két közeg között talán másképpen érvényesülnek ezek a nemi sztereotípiák, vagy mást juttatta kifejezésre nyilvánosan. És végül pedig a gyermekeknek a nézői attitűdjét vizsgáltam, és itt visszautalnék az aktív-passzív szerepekre. Itt egy korábbi fogyasztókutatási elméletre alapoztam, de az én megfigyeléseim ebbe illeszkedtek a leginkább. És itt tehát arra szeretnék visszautalni, hogy a gyerekek mennyire veszik át a médiában látott mintákat, vagy mennyire aktívak, mennyire módosítják azokat. És én azt mondhatom, hogy tehát, hogy ilyent is, olyat is láttam. Láttam példát mindenre, arra is, hogy egy-egyben átvettek szerepeket, és arra is, hogy kreatívan álltak hozzá ehhez. Úgyhogy azt kezdtem vizsgálni, hogy milyen tényezők befolyásolhatják ezt, vagy mi állhat ennek a hátterében. És rengeteg elemzést végeztem különböző tényezők mentén, amik a gyerekeket és a mesehősöket leírják. És azt találtam, hogy a szülők végzettsége volt a közönség körében az egyik ilyen szignifikáns tényező. Tehát amint itt az ábrák is mutatják, ahol felsőfokú végzettség volt, ott ez az azonosuló, módosító és a passzív magatartás arányos volt a teljes mintával, tehát a gyermekek összességére vonatkozó eloszlással, míg ott, ahol alacsonyabb volt a végzettség, ott az azonosulás volt nagyon magas fokú, és még a passzív attitűd is jellemzőbb volt, mint a módosító, tehát ami elvileg a legkritikusabb hozzáállás kellene legyen. A gyermekek nemére vonatkozóan nem voltak ilyen különbségek, azonban a nemi szerepekkel mégiscsak dolgunk van, ugyanis a mesehős neme lett az egyik legszignifikánsabb tényező ilyen szempontból, és itt ugye nem csak hím meg nőnemű mesehősökről beszélünk, hanem azért vannak genderless mesehősök is, és az volt az érdekes, hogy a hímnemű és a nőnemű mesehősök esetében is arányos volt a minta, tehát azonosuló, módosító és passzív, míg a semleges figurák esetén a passzív hozzáállás dominált. Tehát ugye a gender független szereplők egy passzívabb hozzáállást eredményeztek, mint azok, akik kisfiúként vagy kislányként jelentek meg, és így szólították meg a gyerekeket. Tehát itt visszajutottunk arra, hogy a gender központú megszólítás a gyerekek felé az mégiscsak valahol talán aktívabb hozzáállást eredményez. És végszóként annyit szeretnék elmondani, hogy azért ezek a trendek változnak. Talán azért is egyre tudatosabbak lehetünk ilyen szempontból, egyre több kutatás mutat rá ezeknek a sztereotípiáknak a kialakulására, és kezd újra divatba jönni az unisex.
Ez John Lewisnak a legújabb kollekciója, ami nem a tipikus rózsaszín és kék vagy kisfiú kislányoknak szóló, hanem univerzális gyerekruhák, ami remélhetőleg a jövőben majd egy kicsit hozzájárul ahhoz, hogy ne legyen ennyire nagy a különbség a fiúk és a lányok kedvencei között. Köszönöm a szót!